Majd egy kis lemaradásom is még a magyar bajnokság terén, hiszen csak 10-et nyertem. Még a csúcstartó ugye a Lakatos Pali 11-et, úgyhogy legalább 5-be kell érnem. Nem akármilyen célok rángatták vissza a ringbe K.T. Gyulát, aki még a londoni olimpia után vonult vissza. Akkor azt mondta, ez volt az utolsó. Most már ebben sem olyan biztos. Hát, mint minden olimpia után, kicsit letört voltam utána, úgyhogy hát azt nem mondom, hogy mindegyiknél, de a második olimpiánál már úgy gondoltam, hogy ez lehet, hogy ez volt az utolsó. A harmadiknál mindenféleképpen azt gondoltam, igen, hogy több olimpia nem lesz az én kísérletemben, de úgy néz ki, hogy akár még az is elképzelhető, hogy lesz. K.T. tavaly óta már a fél profi világba is belekóstolt. A legnagyobb meccsét azonban talán épp jövő héten vívhatja majd az országos bajnokságon. Ugye tudja, hogy a Bacska az ellenfél, aki most a egyik legjobb magyar ökölő, és ez sok reményt fűznek hozzá, mert a súlycsoportot váltott, visszajött 69 kilóba, de ennek ellenére ez olyan nagy kihívás az ő számára, hogy azt mondja, hogy megpróbálja a magyar bajnoki címeinek a számát növelni. De a múltjuk az olyan, hogy a K.T. Gyulát többször megverte. Tehát Magyarországon nem is kapott ki senkitől a Bacskai, csak a Gyulától. Tehát ez egy igaz ilyen közönségmérkőzésnek érkezik. Bacskait ráadásul egy korábbi profi világbajnok, Erdei Zsolt készíti fel. Nos, ebben a tekintetben K.T. sem akart lemaradni. Kótaim is segít nekem kesszűzni, most például magyarra is, de már az előző versenyekre, a 8 menetes APB meccsekre is ő segített felkészülni. Vele kesszűztem, most úgy gondolom, hogy a gárda az elég jó. Nagyon örülök neki, hogy tudok segíteni a Gyuszinak, mert egyébként nekem nagyon-nagyon jut, azt már egyébként nem nagyon edzelik. Nem szeretnék már boxolni, tehát semmi ilyesmi, de egyszerűen az van, hogy muszáj edzenem, mert a kaját azt nem nagyon tudom visszavenni, tehát abban nehéz diétáznom, de ezért nagyon szeretek, és most így az ökölvéssel így azt gondolom, hogy kiegészítem, és ha ilyen 85 kilót tudnék lenni, akkor gyors is lennék, szegény K.T. azt megsínlené, de hát így is elég komoly problémáik vannak néha.